Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Imánkat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mérünk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. És az ott mindannyiatokat, akik itt szolgáltok most, és akik távolból kapcsolódtok be, mai misébe a washingtoni közösség fog szolgálni olvasóként. Nincs minisztrán sem, mert ezben a kis időben itt egy megelőző kis karantén van itt nálunk. De érdekes, hogy pont erről szól így a mai evangélium is. Hogy mitől veszek távolságot, és mitől nem. Jézusnak az első tanítása, hogy hatalommal, erővel, szenvedéllyel, hatással beszél, de a gonosz lélek elutasítja, távolságot tart tőle. Talán ebből a szempontból érdemes nézni az elmúlt hetet, mikor érzed úgy, hogy közel tudtál menni Jézushoz, amit jó lenne most megköszönni. És volt-e olyan, amikor legalább utólag azt érzed, hogy távol voltál Jézustól, amit most sajnálsz, amit bánsz. Mivel rászorulunk Isten irgalmára, mondjuk közösen a bűnbánat imáját. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és balasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. És hallgassuk meg. Uram, irgalmaz,
dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítjünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Úrunk és Istenünk, mennyei király, minden ható Atya Isten, Úrunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Úrunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia. Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk. Mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus. A Szent Lélekkel együtt az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. S hallgassuk meg úgy most az ószövetségi olvasmányt, Isten ígéretét, az új, a nagy, a Mózesnél is nagyobb prófétára, aki így az előképe Jézusnak. És nézzük meg azt, hogy valóban vágyunk-e a vele való találkozásra. Szent Lecke, Szent Pál korintosiakhoz írt első leveléből. Én pedig azt szeretném, ha gond nélkül lennétek. Akinek nincs felesége, arra gondol, ami az Úré, hogy hogyan tetszik az Úrnak. Akinek pedig felesége van, arra gondol, ami a világé, hogy hogyan tetszik feleségének, tehát meg van osztva. Férj nélkül az asszony is, a szűz is arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, aki azonban férjnél van, arra gondol, ami a világé, hogy hogyan tetszik a férjének. Ezt pedig a ti érdeketekben mondom, nem azért, hogy csapdát állítsak nektek, hanem hogy tisztességesen éljetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újongjunk üdvünk sziklája előtt. Dicsőítő énekkel lépjünk színe elé, magasztaljuk őt zsoltárt zengve.
legyetek, boruljunk le, hódoljunk előtte. Hulljunk térdre, Urunk, alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére bízott nyáj vagyunk. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne keményítsétek meg szíveteket. Mint egykor Meribánál, Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, próbára tettek, bár látták számos csodámat. Bár hallgatnátok ma Isten szavára, népem, ne légy kemény szívű. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. Moab mezején Mózes így beszélt a néphez. Az Úr, a te Istened hozzám hasonló prófétát támaszt neked a te körödből, testvéreid közül, őrá hallgassatok. Hiszen ezt kívántad az Úrtól, a te Istenedtől Hóreb hegyén, az egybegyűlés napján, mikor azt mondtad, nem hallgatom tovább az Úrnak, az én Istenemnek hangját, és nem nézem tovább ezt a hatalmas tüzet, nehogy meghalljak. Erre így szólt hozzám az Úr. Helyesen beszéltek. Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged, ajkára adom szavaimat, s ő minden tudtukra ad, amit parancsolok neki. Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor én majd számon kérem tőle. Annak a prófétának pedig, aki egyetlen olyan szót is merészel hirdetni nevemben, amelynek hirdetését nem bíztam rá, meg kell halnia. Ugyanúgy annak is, aki más istenek nevében beszél. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Sötétségben lakó népre nagy fényesség áradt, és világosságot láttak, akik a halál szomorú földjén éltek. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Kafarnaum városában Jézus szombaton bement a zsinagógába és tanított. Mindenki nagyon elcsodálkozott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. A zsinagógában volt egy ember, akit megszállt a tisztátalan lélek. Ez így kiáltott fel, mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy, az Isten szentje. Jézus ráparancsolt,
hallgass el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek erre össze-vissza rángatta az embert, aztán nagy kiáltással kiment belőle. Mindenki nagyon megdöbben. Az emberek egymást kérdezgették, mi ez? Új tanítás és milyen hatalmas? Még a tisztátalan lelkeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. El is terjedt a híre hamarosan Galilea egész vidékén. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus, az evangélium tanítása, bűneink bocsánatára. Az ördög üzésről szól ez a kép, és nem mond az, hogy nincs ördög, hisz a technika ördög egyből megtréfált minket föl, kavarodott így a két olvasmány, már így a misében is. Valóban nem kell arra gondolni csak, hogy milyen ördögűző filmeket láttunk. Ne ragadj le a hollywoodi filmeknél, hogy hogyan csavarja ki a nyakadat és húzza a hajadat. Valami másról van szó. Valami arról, amit mi is ismerünk, arról, hogy hol hat bennünk, és arról persze, hogy van lehetőség a megszabadulásra. Van valami biztató ebben a szövegben. Meglepődés, csodálkozás. És persze, számomra az egyik meglepetés, az igazi meglepetés az, ahogy a gonosz ellenáll. Próbál elutasítani. Igen, ellenállni nem tud, de elutasítani tud. Valahogy olyan, mint egy félrehúzódó, megbántott kamasz, aki azt mondja, hogy a szülőnek, hogy hagyd magamra, menj a fenébe, tőled nem kell. Valahogy ez a hárító mozzanat, a távolságtartás valahogy nagyon a mostani járványnak, ez annyira ismert képe, a távolságtartásnak a képe van előttem, és ezt választottam így a mai misére. Stay apart, maradj távol, fizikálisan, de közben tudjuk, hogy még lényegesebb, amikor lelkileg elutasítjuk Jézust. Nézzünk bele ebbe az ismert képbe. Ott vagyunk a Márki evangélium legelején, folytatjuk a múlt vasárnapi történetet, egyből azután, hogy Jézus elhívja az első tanítványokat. Kafarnaumban vagyunk, Péter és András városába, abban a kisvárosban, amit Jézus egy második otthonnak, egy missziós központnak választott. És ezen belül is a zsinagógában, a hívő zsidóknak a találkozási helyén, amit a ma is meglevő kafarnaumi romvárosban kiástak, amit meg lehet nézni, az a pont, ahol ott volt Jézus, ahol ez a történet megtörtént. Valósulhatott. És a szokásos, akkori zsinagógai út, ha jön kívülről egy tanítási joggal bíró férfi, akkor neki van joga először, hogy beszéljen, hogy tanítson. Ezzel kezdődik a történet, és az első csoda valóban az, hogy az emberek észreveszik Jézusnak az erejét, a hatalmát, a különlegességét, hogy más. Erről szólt így akkor az Ószövetségi olvasmány, ahol ígéretet kapnak, és ez ott van nagyon tudatosan a korabeli zsidóknak a szívében, fejében, hogy lesz Mózeshez hasonló, Mózesnél is nagyobb új próféta, ők várnak erre. Na ez jelenik meg. Aki úgy tanít, mint akinek magának van hatalma, nem úgy, mint az írástudók, akik másiknak a hatalmáról beszélnek. Jézus maga lesz az új üzenet. Jézus maga az új Mózes, akire érdemes hallgatni. És akkor itt lépünk be a második csodába, az ördögűzésbe, illetve arra a történetbe, hogy el lehet utasítani a Jézusra való hallgatást. Ott van a beteg,
akit tisztátalannak írnak le abban a korban, akit Jézus meg akar szabadítani. És ott van a gonosz, a démon, a bennünk levő démon. Megint azt mondtam, ne ragadjunk le a hollywoodi filmeknél, hanem arról, ami itt kiderül, ami ebbe a kis történetbe is világos. Mit tudunk a gonoszról? Az, hogy van, az, hogy gyötri az embert, az, hogy egyből fölismeri Jézus, de elutasítja, de nem tehet ellene semmit. Fél Jézustól. Olyan megdöbbentő az, hogy kimondja azt, hogy tudom, ki vagy Isten szentje. Olyan, mint egy hitvallás. De ez nem az. Érezzük a történetből, hogy ez egy zajt keltő, ez egy megzavaró akadékoskodásot. Próbálja megtanítani, próbálja megállítani, megzavarni a tanító Jézust. Akire elkezdnek figyelni az emberek. Zajt csinál. Megzavar, elvonja a figyelmünket. Megzavar, összezavar. Majd picikét össze vagyunk zavarva így, hogy mit is értsünk a gonosz alatt. Modern világban sokszor elpszichologizáljuk azt, hogy valamilyen lelki betegség, megmagyarázzuk, kimagyarázzuk. De gonosz létezik. Ezt látjuk a világban, olyan sok rossz van, élet ellenes, Isten ellenes rossz van, és persze látjuk a saját életünkben. Látjuk a saját életünkben a hétköznapok ismerős, barátságos függőségeiben, amik egyszerűen nem vagyunk szabadok. Nem vagyunk szabadok választani a jót, nem vagyunk szabadok Jézust választani, mert ott van valami önző, valami távolságtartó, valami elutasító, ami kitömi a lelkünk mélyen levő igazi mély vágyat valami felületessel, kitömi bármivel, bármilyen függőséggel, és amely ideig hatásos arra, hogy ne legyen hely, idő, tér Jézus számára. És van egy harmadik csoda is itt, hogy valóban rácsodálkoznak az ott hallgatók, hogy ez valami különleges. A szó és a tett az egyszerre jelenik meg. Ki ez? Mi ez? Mi ez az új tanítás? Ő, aki le tudja csendesíteni a kiabáló gonoszt, le tudja csendesíteni a haragvó tengert később, aki le tudja csendesíteni félelmeinket, aggodalmainkat, békétlenségeinket, haragunkat, mindent, akkor és ma is, az ő életükben és a mi életünkben is. A központ üzenet az, hogyha hallgatunk Jézusra, akkor ő meg tud szabadítani. Meg tud. Ez egy lehetőség. És alapvetően hármas lehetőség áll itt. Lehetünk úgy, mint az ottani hallgatóság, aki rácsodálkozik Jézusra, vettük a történetből, hogy nem követi. Rácsodálkozik, milyen érdekes, milyen szép, aztán hazamegy. Egyik fülén be, a másik fülén ki. Kívül álló marad. Távolságot vesz, akár öntudatlanul is. Megvan a gonosznak a lehetősége a tudatos elutasításra, a tudatos távolságvételre, a tudatos bezárkózásra. Amit a gonosznál látok, ez a teljes negatív közömbösség. Mi közöm hozzád? Nem tudok elképzelni ennél negatívabb, ennél csúnyább emberi hozzáállást. És persze ott van a harmadik lehetőség, amikor közelengedem Jézust. Amikor hiszek neki, amikor meghallgatom. Ahogy hallgatom a Szentírást, ahogy bekapcsolok a Szentmisébe, ahogy vágyom az Eukarisztiába. Hogy hiszem-e azt, hogy az Eukarisztiába Jézus egészen közel tud jönni hozzád. Ez a harmadik út. És ez nem magától értetődő. Ez egy tudatos döntést igényel Jézus mellett. Szóval hogyan, mi kell ehhez?
Azt gondolom, hogy ennek a történetnek a tanulsága az, hogy ott van a zaj, és a zaj az elvon Istentől, tehát visszatérünk a mindig alapvető ponthoz, teremts csendet az életedbe. Teremts csendet, mert a zaj, a szétszórtság az a gonosznak az eszköze. Az nem engedi azt, hogy mélyebbre menj, az nem engedi azt, hogy önmagaddal, a másik emberrel, hogy Istennel párbeszédet folytathass. Teremts csendet. A második, hogy ebben a csendben valóban légy bátor, menj mélyre, vedd észre ebben a csendben azt, hogy hol vagy te megkötözött, hol vagy te függő valamitől, hol nem vagy szabad. Vedd észre, mondd ki azt, hogy ez rossz. És persze vedd észre azt, ahol megtapasztaltad azt, hogy Isten megszabadított, hogy a lélek erejével szabad tudsz lenni. Vedd észre mind a kettőt, és mondd ki. És aztán próbálj harmadik lépésként döntést hozni a szabadság, mert légy szabad. Az első korintusi levélnek a csodálatos része, a mai Szentleckénk folytatása a múlt vasárnapnak. És olyan világosan kimondja azt, hogy ez egy te döntésed, hogy hogyan építed föl a szabadságot. Azt mondja, hogy legyetek mentesek a gondoktól, a félelmektől. A múlt vasárnapi megelőző rész az még világosabb így. Úgy élj a világ javaival, mintha nem lennének, hogy ne sodorjanak magukkal, hogy ne azok töltsék ki az életed. Használd őket, élj velük, de ne élj vissza velük. Teremts csendet, vedd észre csendben a saját megkötözöttségedet és lehetséges szabadságodat. Légy szabad. Mit jelent mindez? Adj egy esélyt Jézusnak. Engedd magadhoz közel, és meglátod, hogy mi történik. Meglátod azt, hogy hol leszel szabad, hogy hol tudsz örülni ennek a belső békének, nyugalomnak. Próbáld meg. Just a few words in English. In that gospel, we meet a true prophet in the person of Jesus, who teaches the people with a new, powerful authority. Jesus joins action to his words. He heals the sick. What is so painful for me to see that although the evil spirit recognizes Jesus clearly, he does reject him clearly. What have you to do with us, Jesus of Nazareth? In contrast to stay apart, we are invited to enter into a close, into an intimate, into a healing relationship with Jesus. What matters is that I might listen to him, give my undivided attention to him. So this week, try to avoid noise, distractions, and try to listen to Jesus. Amen. Jézusra figyelés tapasztalatával, valljuk meg hitünket az apostolokkal együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Ennek a hitnek a reményével forduljunk most, Urunk, az Istenünkhez. Először is ennek a misének a szándékaival, békért a Kárpát-medencében, emi születésnapjára, nemrég elhunyt Rotárd Zoltánért, Barna Józsefért, elhunyt szülőkért, Kovács Györgyért és Bukovenszki Ilonáért, elhunyt Veszelka Istvánnéért, Jangi Kevenek gyógyulásáért. Mindezekkel a szándékokkal, Urunk, hozzád fordulunk, hallgass meg minket. Óvd meg, Urunk, a világot a zabolátlan ösztönök és a bűn uralmától. Kérünk téged, hallgass meg minket. Tisztítsd meg a Szentlélek tüzével híveid szívét, hogy neked tetsző életet éljenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy akik hívásodra lemondtak a házas életről, szeretetükkel egész egyházadat szolgálják. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg a házastársakat hűségben és odaadó szeretetben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Segítsd ifjúságunkat, hogy tiszta élettel készüljön fel keresztény hivatására. Kérünk téged, hallgass meg minket. És ahogy szoktuk, tartsunk most még tudatosabban egy kis csöndet, hogy meg tudjuk fogalmazni saját hozott ima szándékainkat. Ezekkel a kérésekkel, Urunk, hozzád fordulunk, hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Istenünk, eléd hoztuk kéréseinket, áld meg ezeket a te szent akaratod szerint, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyházunk javára. Urunk Istenünk, örömteli szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat, kérünk, fogadd ezeket kegyessen, és tedd megváltásunk szent áldozatává, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelked. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő születésével újjáalkotta a régi embert, szenvedésével minden bűnt eltörölt, majd föltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzád, Atyához az égbe szállva kitárta a mennyország ajtaját.
Ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát szengjük, s vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsonna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk, Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő miért önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és ismét hálát adott, odaadta barátainak, és így szólt, vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, haláladat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét. Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Tamás püspökünkkel és egész megváltott népeddel. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Imádkozzunk most úgy, ahogy ő tanít minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyessen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk,
míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Urunk Jézus Krisztus, föltámadásod után azt mondott a tanítványaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházod hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen. Az Úr ezen békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsük egymást, e béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Ima az Isten báránya, ima aki elveszi a világ bűneit, a mi bűneinket. Boldogok vagyunk, mert meghívott asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk közösen lelki áldozásnak az imádságát a távollevőkkel. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hátó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakás benne örökre. Ami Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben, neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy közeledbe léphessünk ezen a héten,
hogy ne töltsük be szívünket bármi valami zajt, kavart teremt bennünk, hanem adjunk teret, ürességet, időt, befogadó szeretetet számodra, a veled való találkozásra. Ezt kérjük Krisztus a mi Urunk által. Amen. Köszönet a mai misén így a távolból szolgáló washingtoni közösségnek. Ők rendbe küldték a képeket, az olvasmányokat, mi kavartuk őket össze, elnézést. És talán látunk most akkor egy pár képet majd. Én 2017 tavaszán voltam egy pár hónapot, tavaszán és nyarán Washingtonban tanulni, és ott találkoztam egy nagyon élő kis közösséggel, egy olyan közösség, aminek nem volt sose templom, ami nem voltak nagy intézményei, de mégis egy kreatív, egy örömteli szívvel, egy igazi akarattal próbálja mégis megtartani a keresztény közösségnek az összetartó erejét, egy különleges ereje ennek a közösségnek az, hogy ha bár nincs temploma, de van egy olyan kápolna washingtoni székesegyházban, ahol ha van magyar pap, akkor összegyűlnek vele magyarul imádkozni a magyar közösség tagjai. Van egy nagyon élő cserkész közösség, mintaszerűen élnek, tartják meg közösségüket. Köszönjük az ő szolgálatokat, legyen áldás az ő életükre. Néhány dolgot hagy emeljek ki így a hírnökből, amikkel így foglalkoztunk így a héten. Magyar iskola, köszönöm, akik bekapcsolódtatok. A gyerek liturgia, segítség, hogy mit lehet csinálni Jézusnak a tanításával, hogyan lehet közel vinni a gyerekekhez. Hallgassátok meg, így utólag is fontos. A stressz megelőzésnek a lelki útjairől beszélgettünk tegnap, ez is elérhető így. És volt egy nagyon szép évelei vesperás tegnap este Olá Imre organista művész barátunkkal. Köszönjük mindannyiuknak a szolgálatát. Jövő héten a belvárosi mise csütörtökön, a Rákóczi villában, megy tovább a keresőknek a sorozata csütörtökön magyarul, szombaton az angol közösséggel, és pénteken pedig szentségimádás, egész napos szentségimádás, 10 főig be lehet jelentkezni, gyertek, egyéni imára is fontos ez, és ezt az imát fogjuk este lezárni digitális formában, 7-től 9-ig a tezi imába tudtok élőbe bekapcsolódni. Mindegyik arról szól, hogy hogyan tudok csendet teremteni. Talán a két kérdés, amit így most rátok bíznák ezen a héten. Figyelj, vedd észre, hogy hol vagy megkötözött, hol vagy nem szabad bármitől is. Vedd észre, mondd ki azt, hogy akarod a szabadságot. És persze vedd észre azt is, hogy hol tapasztaltad meg Isten szabadító erejét. Tehát a csendet teremtve figyelj, vedd észre, ami még nem szabad, és ami már szabad az életedbe. És a másik, hogy próbáld akkor megnézni, hogyan tudod ez alapján konkrét lépésekkel a hétköznapjaidban is építeni a belső szabadságot, az indiferenciát. Próbáld meg, megéri. Áldott szép vasárnapot, szép hetet kívánok mindannyiatoknak közel és távol. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Áldjon és őrizzen, kísérjen minket a mellettünk levő, a közelünkben levő szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Küldetésünk van, maradjunk Isten békéjében. Istennek legyen hála.